A Tour de Hongrie kapott egy helyi kis testvért is. Ez a Tour de Biatorbágy, honnan jött az ötlet ennek a megszervezéséhez? Idén a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny először halad át városunkon, ezért Biatorbágy történetében ez egy jelentős fordulat. Ezért úgy gondoltuk, hogy a helyi lakosságot is szeretnénk aktívan, tevőlegesen bekapcsolni az eseménybe. Nem mellesleg pedig ez a Sportolj Biatorbágy programunk egyik részeleme, amelynek kapcsán kicsik és nagyok is egyaránt jól érezhetik magukat. Május 14-én szombaton a kicsiket, gyermekeket és szüleiket, felnőtteket egyaránt várjuk, hiszen a Baross Gábor utca lehetőséget kínál számos programnak, kerékpárbemutatónak, kismotoros felvonulásnak, futóbiciklis versenynek, illetve kerékpáros versenynek. A labdajátékok szerelmesei is megtalálják a programjukat, hiszen a főtér gazdagabb lesz egy tagból asztallal, ahol két animátor segítségével mutatják be ezt a labdajátékot, és ezt követően pedig szabadon használhatják az asztalt. Az esemény regisztrációhoz kötött, az előzetes regisztrációt a sportoljbiatorbagy@biatorbagy.hu e-mail címre várjuk, a résztvevő gyerekek számának feltüntetésével. Minden kisgyermek ajándékcsomagban fog részesülni, és a legjobb helyezettek pedig külön ajándékjutalmat is átvehetnek. Úgy gondolom, hogy az egészséges és a sportos életmód már gyermekkorban kezdődik. A tiszta szabad levegő, a sportolási lehetőségek és a helyi adottságok szempontjából pedig Biatorbágy egy páratlan hely. Ezt mindenképp szeretnénk bemutatni. Mindamellett pedig a biztonságos kerékpározásra szeretnénk felhívni a figyelmet. Kollégáimmal együtt azon dolgozunk, hogy ennek a lehetősége is megteremtődjön a jövőben. Korosztálytól függetlenül mindenkit szeretettel várunk erre a rendezvényre.